Újabb parkoló készült el a Zsolnai téren. Harmadjára gyűltek össze a kvadosok Ózdon. Gasztronómiai fesztivált és futóversenyt rendeztek Hangonyon. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Elkészült a parkoló a Zsolnai téren. Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény munkatársai 3 tonna meleg aszfaltot terítettek szét a 25 négyzetméteres területen, amelyet kiemelt szegélykövekkel láttak el. 7 tonna aszfalt érkezett Mucsonyból, így a megmaradt alapanyagból még egyéb utcákban is kijavították a kátyukat a dolgozók. Ezen a környéken, főként a sok kereszteződés miatt nehézkes a megállás. Nem volt egyszerű kitalálni, hol alakíthatnának ki plusz férőhelyeket a gépjárművel közlekedők számára, de megoldották a problémát. Az aszfaltozást követően pár órán belül birtokba is vehették az autósok a kétállásos parkolóhelyet. Itt a Zsolnai tér környékén is nagy gondot okoz a parkolás, ez a két beállásos parkoló is már nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy ne a kereszteződésben vagy ne az út szélén álljanak meg azok, akik csak egy-egy pillanatra állnak meg az autójukkal, hogy boltba vagy akár orvoshoz menjenek. Úgyhogy ennek a körzetnek is folyamatosan bővítjük a parkolási lehetőségeit, ami az embereknek a hétköznapokban a hasznára fog válni. Bátorságért érdemjelet adományozott Pintér Sándor belügyminiszter kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül, és egyben jutalomban részesítette Németh Szabolcs tűzoltó főtörzsőrmestert, az Ózdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság gépjárművezetőjét, a Belügyminisztériumban az 1956 tiszteletére rendezett ünnepségen október 19-én. Ezen a napon Honfi Sándor tűzoltó zászlós, különleges szerkezelő pedig főigazgatói elismerést és jutalmat vehetett át, közel 30 éves kiemelkedő munkája megbecsüléseként. Németh Szabolcs egy családi házban történt gázrobbanást követően egy mozgáskorlátozott idős nőt menekített ki, a lakhatatlanná vált égő épületből megmentve ezzel életét. Az esetről hírműsorunkban mi is beszámoltunk. A főtörzsőrmester még kollégái megérkezése előtt kimentette a lakót a házból, valamint a robbanásban érintett gázpalack mellett még egy sértetlen állapotú palackot is kihozott az épületből, ezzel megalapozva a kiérkező egységek munkáját. Harmadik alkalommal gyűltek össze a motorsport szerelmesei Ózdon. A CF Moto Quad találkozón több mint 50-en hajtottak be a vasvárúti nagyparkolóba, ugyanis ez volt a gyülekezőpont. Az esemény célja az volt, hogy népszerűsítsék ezt a sportot és hobbit. Közúton és terepen is túráztak. A célállomás pedig Szlovákiában volt, ahol Bogrács Gulyással vendégelték meg a résztvevőket. Hangos dübörgéssel hajtottak be a kvadok a vasvárúti nagyparkolóba hétvégén. A harmadik CF Moto Quad találkozóra sokan regisztráltak, így hamar megteltek az üres parkolóhelyek. Az esős idő sem tántorította el a motorsport szerelmeseit, több mint 50 jármű sorakozott fel. Bárki indulhatott a túrán, a feltétel a közúton való haladás alapfeltétele a rendszámmal rendelkező kvad volt. A találkozó főszervezője Pavlon Adrián régóta készült már egy ilyen nagyszabású eseményre. Ez nem kicsi szervezést igényelt, ugye többen szerveztük ezt a dolgot, nem csak én önmagam, ugye nagy segítség nekem azért itt a baráti társaság, a párom, sok mindenki, ugye a Facebook, a hirdetés, ugye sok minden. Tehát egy hete szervezzük, vagy két hete szervezzük ezt az egész dolgot. Az indulásig jó hangulatban telt a várakozás, a résztvevők beszélgettek, tapasztalatot és élményeket osztottak meg egymással. Janicsak Dávid, városunk polgármestere is értesült az eseményről, így szívesen csatlakozott a túrához. Pavlon Adrián megszervezte ezt a nagy quad túrát, ami innen a nagyparkolóból indul. Rengetegen jöttek el, rengetegen jöttek más városokból, főként az Alföldről és egyéb más településekről is. Tényleg egy nagyon szép nagy csapat gyűlt itt össze. Én pedig mindig szívesen csatlakozok az ilyen kezdeményezésekhez, nagyon szeretek mindenfajta motorsportot, úgyhogy én is béreltem egy quadot, aztán részese leszek a túrának. A helyi quadosok egy nagyon jó összetartó közösséget alkotnak. Ózdról és környékéről jött a legtöbb jármű, de Szlovákiából, az Alföldről és Magyarország számos távoli pontjáról is érkeztek résztvevők. Mi közel 400 kilométerről Kapuváról jöttünk,
Ez majdnem Sopronnak, tehát Soprontól egy 30 km távolságra az országnak a túlsó csücske, és pont ezért, mert nagyon jó a társaság, és nagyon jó szimulás túrákat szerveznek. Miután mindenki megérkezett, felbőgtek a motorok, egy nagy láncot alkotva indultak el. A falu térségébe tett kitérő után a piacúton, majd a Bojki főúton haladtak végig. A Bíben völgyben tartottak még egy rövid megbeszélést az útvonalat illetően, majd elindultak Szlovákiában lévő úti céljukhoz. A szervezők bíznak abban, hogy rendszeresen tudnak majd hasonló, színvonalas túrákat szervezni. Otthon a természetben elnevezéssel rendezték meg az első Hangony völgye ízei gasztronómiai fesztivált az alsóhangonyi focipályán. A főzőverseny mellett trófeamustra és kézműves standok is várták az érdeklődőket. Ezzel párhuzamosan a település másik végében zajlott a 6 és 12 órás hangonyi rekordútra, illetve a 15 és 35 kilométeres Hangony Trail futóverseny is. Vadászkürt hangja törte meg a csendet az alsóhangonyi focipályán hétvégén. Itt rendezték meg az első Hangony völgye ízei elnevezésű gasztronómiai fesztivált. Sok programmal várták az embereket. A sátrak alatt különböző ételek készültek, az üstökben a főzőverseny miatt. A kézműves vásáron sokféle finomságot és kézzel készült termékeket is árultak. Az én termékeim az főleg lekvárok, szörpők, vannak savanyúságok, befőttek, gyógynövényes szirupok, meg igazából bármi, amit a kertünkben megterem és fel lehet dolgozni, ezeket mi termesztjük és kézzel dolgozzuk fel hagyományos módszerekkel. Az Egererdő ZRT erdei kiállítással készült preparátumokat mutattak be, ezeket a vadakat a helyi vadásztársaságok tagjai ejtették el. A gyerekeket ugrálóvár, mobil játszóház várta. A felhőtlen hangulatról a miskolci lakodári zenekar gondoskodott, sátorról sátorra járva húzták a nótákat. A helyeken kívül a környező településekről is sokan érkeztek. Kovács Szilárd polgármester úr meghívására veszek részt a rendezvényen, és azt gondolom, hogy nagyon jó hangulatú és nagyon széles körű rendezvényt hívott össze, hiszen itt az alsóhangonyi focipályán nagyon sok ismerős vadásztársaságok, kiállítók, árusok, főzőverseny, mindenfajta program van, úgyhogy azt gondolom, hogy minden korosztály megtalálja a neki megfelelő programot. Elég sokan ki is látogattak, és jól érzik magukat. A főzőverseny eredményhirdetése után kulturális programok következtek, hagyományőrző egyesületek léptek színpadra. A település vezetősége már régóta szeretett volna egy saját fesztivált rendezni. A nyáron terveztünk egy nagyobb rendezvényt, ami sajnos nem jött össze, mert ugye mindig volt valamilyen program a hétvégéken, és akkor most így ősszel. Azért raktuk erre az egy napra, mert egy nagyon jó futóverseny van a másik focipályánkon, mert ugye Hangonynak két focipályája is van, és most kihasználjuk mind a kettőt. A Hangonyi rekordútra, az egyéni csúcsok megdöntésére született rendezvény. A tavaszi megmozdulás után most is sportemberek vették birtokba a felső Hangony egy részét. Az eseményt a Bódis Tamás nevéhez köthető Hangonyi Bódis Run Sport Egyesület szervezte. Most körülbelül majdnem ötször annyian voltak, olyan 61 nehány fő nevezett erre a versenyre, hát úgy körülbelül fele-fele arányban oszlott el az ultratávfutóknál és a terepfutóknál. Én azt gondolom, hogy ez egy egész jó fejlődés, mert körülbelül egy fél év telt el, és már a verseny egy kicsit nagyobb hírt kapott, ezáltal jobban megismerték az emberek, és már többen jöttek kipróbálni ezt a pályát. Négy versenyszámban mérettethették meg magukat a sportemberek, az ultrafutók 12 vagy 6 órán át köröztek a kijelölt pályán. Ezt a Magyar Atlétikai Szövetség országos bajnokságként jegyezte. Gyors és lassú sávval, frissítéssel, élő közvetítéssel készültek a szervezők. A 6 órás országos bajnokságot végül a sashegyi gepárdok versenyzője Beda Szabolcs nyerte. Az esemény jótékony célt is szolgált, így néhány zsák kutyatáp és konzerv is összegyűlt az Ózdi állategészségügyi telep lakói számára. Hetedik alkalommal rendezték meg az Ózd Open sakversenyt az Olvasóban. Két csoportban, 9 fordulón keresztül mérhették össze tudásukat a játékosok. Az A csoportban a nyílt nemzetközi mezőny volt, itt összesen 18-an indultak. 4-en érkeztek Szlovákiából, de Heves vármegyéből, és Budapestről is képviseltette magát egy-egy játékos. Ebben a mezőnyben Kis Pál végzett első helyen. A B csoportban a fiatal versenyzők indultak, az ifjúsági mezőnyben 10 magyar és 1 szlovákiai sakkozó vett részt. A mérkőzés vége szoros volt, az első helyért Holt verseny alakult ki Szabó Rónai Rebeka és Czakó László között, végül a Buchholz számítás döntött. Így Rebeka vehette át az aranyérmet.
Vasárnap Sajó-Szentpéteren vettek részt az ózdiak a Borsodabaúz-Zemplén vármegyei csapatbajnokságon, ahol jelenállás szerint a második helyen végeztek. Ebben a naptári évben még két bajnoki forduló vár a helyi sakkozókra, a DVTK harmadik és DVTK negyedik csapatával mérik összetudásukat. Díjkiosztó ünnepségre voltak hivatalosak azok a csapatok, akik részt vettek a 2022-23-as Varga József amatőr teke bajnokságon. A megmérettetésen összesen 10 csapat vett részt, akik közül az első 3 helyezettet jutalmazták. Emellett a kiemelkedő egyéni teljesítményeket is elismerték. A baráti hangulatú összejövetelen pizzával vendégelték meg a résztvevőket. A helyükön pihennek a tekegolyók az ózdipályán, még sincs csend a tekecsarnok falai között, hiszen díjkiosztó ünnepségen vettek részt a Varga József amatőr tekebajnokság versenyzői. A májusban rendezett első mérkőzést számos összecsapás követte, a bajnokság körmérkőzéses rendszerben zajlott oda-visszavágó alapján. A mostani díjátadón pedig kiderült, kibizonyult a legjobb gurítónak. Befejeződött a 2022-23-as évi Varga József amatőrteke bajnokság, ez már a 7. évad volt, most fejeződött be, most lesz az eredményhirdetés és az záró rendezvénye, nagyon jó hangulatú mérkőzések és szép eredmények születtek, a bajnokságon 10 csapat vett részt, természetesen az első 3-at fogjuk értékelni, és a folytatás pedig november 7-ig lesz, ahol megkezdjük a 23-24-es évi bajnokság sorozatot. A harmadik helyen a Nosztalgia nevet viselő csapat végzett, az ezüstöt az 5 cudar vihette haza, a legjobban pedig a tűzoltók szerepeltek, akik képzeletben felállhattak a dobogó tetejére. Sikerült idén megnyernünk a bajnokságot, egy pár év elteltével újra voltunk már elsők ebbe a teke bajnokságba. Mindenképp jó érzés, egy nagyon jó rendezvény, egy színvonalas, vannak nagyon jó csapatok rajtunk kívül is, voltak nagyon jó meccseink, szoros meccsek, igazából mindenki játszott a csapatunkból, mindenkinek sikerült kihozni magával a maximumot, edzettünk is, igazából teljesítettünk mindent, amit szerettünk volna. Az oklevelek, aranyérmek és serleg mellett természetesen a tűzoltók kapták meg a vándorkupát is, amit az előző évben az 5 cudar tudhatott magáénak. Az egyéni teljesítményeket is jutalmazták, a legjobbak egy-egy üveg egyedi címkével ellátott finom bort vihettek haza. A jó hangulatú díjkiosztó után baráti beszélgetés következett, ahol a szervezők pizzával is megvendégelték a résztvevőket. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Elkészült a kétállásos 25 négyzetméteres aszfaltozott parkoló a Zsolnai téren. A kivitelezést az Ózdi Városüzemeltető Intézmény munkatársai végezték. Harmadik alkalommal rendezték meg a CF Moto Quad találkozót, amelyhez több mint 50 quados csatlakozott. Közúton és terepen is túráztak a résztvevők. A célállomás Szlovákiában volt. Otthon a természetben elnevezéssel rendezték meg az első Hangony völgye ízei gasztronómiai fesztivált az Alsó-Hangonyi focipályán. A település másik pontján futóversenyt szerveztek. Díjkiosztó ünnepségre voltak hivatalosak azok a csapatok, akik részt vettek a 2022-23-as Varga József amatőr teke bajnokságon. A rendezvényen a kiemelkedő egyéni teljesítményeket is elismerték. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Csütörtökön változóan, többször erősen felhős lesz az ég, de az ország nagy részén legalább rövid időszakokra szerephez jut a nap. Elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor. A nyugati-délnyugati szél nagy területen élénk, délen és keleten időnként erős lesz. Hajnalban 6, délután 16 fokot mérhetünk. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a Múlt Idő című archív felvételekből álló magazinműsorunk legújabb adását ajánlom figyelmükbe. Most is a 2000 és 2010 közötti időszakot célozzuk meg. Felidézzük a The Slag Gang szárnybontogatását, de szóba kerül a 7. Nemzetközi Folklór Fesztivál is. Kerékpáros edzőtábort, a Viva Furuja együttes koncertjét és tehetséggondozó műhely foglalkozást is láthatnak.
Holnap ugyanebben az időpontban is lesz híradó, amelyben megmutatjuk a város legfontosabb történéseit. Addig is szép estét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!